Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Pénzre van szükségük Barnabás gyógyulásához. A Szekszárdi családnak 60 millió forintot kell összegyűjteni május végéig. Új orvosi rendelők Szekszárdon, több mint 200 millió forint van a beruházásra. Képviselőtestületi ülés. Tamásiban többek között 26 millió forint sorsáról is döntöttek. Franjo Vlasicra emlékeztek, a horvát bán Dombóvár híres szülötte. Napról napra egyre közelebb a vég a mindössze 9 éves Barnabás számára. A kisfiú egy rendkívül ritka genetikai betegséggel küzd, aminek a kezelésére egyelőre csak kísérleti terápia létezik. Az viszont kizárólag Amerikában érhető el, az elkezdéséhez pedig 60 millió forintra van szüksége a családjának. Barnabás szülei ezért alapítványt hoztak létre, a céljuk pedig, hogy május végéig felajánlásokból összegyűjtsék a pénzt, ami ahhoz kell, hogy Barnabás megélje a felnőtt kort. Itt van a kamera, vagy nézd, a kamera látom. Szia kamera. Némileg megilletődött a kamera jelenlététől a 9 éves Barnabás. A kisfiú sok időt tölt a számítógépe előtt, szinte soha nem hagyhatja el szülei szekszárdi házát. Születése óta ugyanis rendkívül ritka és súlyos betegségekkel küzd. Édesanyja köldökzsinórja előbb a nyakára tekeredett, majd a világra jötte után kiderült, a kézfején több ujjacska van, mint a legtöbb embernek. Az igazi trauma viszont mindezek után érte a családot. Hosszas, éveken át tartó vizsgálatok után kiderült, a fiú egy alig ismert betegséggel, a Bardet-Biedl szindrómával küzd, ami gyógyíthatatlan, és mások mellett a belső szervek fokozatos leállásával jár, valamint az idő előrehaladtával teljes vaksággal. A betegség egyes tünetei szakaszonként jelentkezik, magas vérnyomás, cukorbetegség, értelmi érintettség, tanulási zavar, ivari éretlenség. És akkor itt jön a retinapigmentáció, és május veselégtelenség. Tehát a veselégtelenség 98%-ban végzetes ezeknél. Barnabás állapota napról napra romlik, és bár családja, valamint az őt kezelő orvosok és szakemberek mindent elkövetnek, mégis tehetetlenek a fiú lassú leépülésével szemben. A szüleinek többen is azt mondták, mondjanak le róla. Ők viszont erre nem hajlandóak. Amerikában létezik egy kísérleti módszer, ahhoz viszont, hogy a család részt vehessen benne, május végéig 60 millió forintra lenne szükség. Ennyi pénzük nincs, ezért segítséget kérnek. Hát van egy kedvenc mesefigurája, Bendi, és az ő történetét meséltük, és egyszerűen csak nekünk szegezte a kérdést, hogy fájni fog, ha meghal, mit fog érezni? Azt se tudtuk, hogy mit akar. Meg, hogy ugyanúgy fogjuk-e ölelni, mint most. Tehát ez volt az első, ami azt mondta, hogy nincs miért, és fel kell vállalnunk, és akár szígyen, akár nem, de segítséget kell kérnünk. A család alapítványt hozott létre azért, hogy májusig megpróbálják összegyűjteni az amerikai személyre szabott génterápia elkezdéséhez szükséges 60 millió forintot. Jó szándékú emberek eddig már utaltak nekik néhány millió forintot, ez viszont még nagyon kevés Barnabás gyógyulásához. Pedig a családnak ez a terápia jelenti az utolsó reményt. Már látszik az eredménye a kormány infláció elleni küzdelmének. Az év végére le kell törni egy számjegyűre, mondta Orbán Viktor pénteken. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az első fecskék megjelentek. Nem szeretnék optimista vagy hurrá optimista hangot megütni. Maradjunk abban, hogy az első fecskék megjelentek, és most már kereskedők és élelmiszerláncok is versenyeznek egymással abban, hogy ki tud mely termékek nézve olcsóbb árat ajánlani. Tehát egy antiinflációs verseny alakult ki. Nem akarok erről sokat beszélni, de a háttérben a fogyasztóvédelem és a versenyhivatal hatalmas erőkkel dolgozik. Minden nap ellenőrzéseket tartunk, az elrendelt intézkedéseink betartását ellenőrizzük, és nem engedjük, hogy inflációs spekuláció alakuljon ki, és akár kereskedők, akár bárki más az infláción megpróbáljon extra profitra szert tenni. Megvannak az eszközeink ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk, nem mondom, hogy 100%-osan sikeres a föllépésünk, de nagyon hatékony, és ez meg is fogja hozni az eredményt a következő időszakban is.
A magyar munkaerőpiacon 500 ezer emberre van szükség, akiket lehetőleg Magyarországon kell megtalálni, utána jöhetnek csak a vendégmunkások, mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter pénteken. A miniszter az iparfejlesztési stratégiát ismertetve kiemelte, hogy a magyar gazdaságnak a beruházásra kell épülnie, ami állandó külföldi tőkebeáramlást, modernizációt és kutatásfejlesztést igényel. A beruházási ráta tavaly 27,2%-ot tett ki, GDP arányosan, amely értékel Magyarország az OECD országok rangsorában a harmadik, mondta. Több fontos kérdésről is határozott a Bonyhádi városvezetés a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A bírálóbizottság javaslatát jóváhagyva Köllő Rolandot választották meg, aki egyedül pályázóként indult a Bonyhádi Sportcentrum igazgatói posztjára a következő 5 évre. Döntöttek a 2023 évi sport és civil szervezeti támogatásokról is. Előbbire 30 millió forintot különített el a település, míg a civil keret idén is 6 millió forint. 2023-ban 16 millió forinttal segítjük a helyi civil élet szereplőit, fogalmazta meg a napirendnél Filóné Ferenc Ibolya. A polgármester a sporttámogatások tárgyalásánál hozzátette. A 30 millió forintos keretből 1,8 millió forintot különítettek el tartalékként. Ennek felhasználására azt javasolta, amelyet később a testület el is fogadott, hogy a nyári magyarországi atlétikai világbajnoksághoz kapcsolódva olyan eszközöket szerezzen be a Bonyhádi Sportcentrum, amelyek meglétével és a rendelkezésre álló infrastruktúrával alkalmassá válik Bonyhád a világeseményhez kapcsolódó edzőtáborok résztvevő csapatok fogadására. Több mint 200 millió forintot költhetnek Szekszárdon 2 új orvosi rendelő kialakítására. A praxisok a korábbi felnőtt ügyelet helyére kerülnek majd. A munkálatok várhatóan szeptember végére fejeződnek be. Kívülről is jól látszik, ráfér a felújítása a szekszárdi Vörösmarty utcai épületre. Felnőtt házi orvosi ügyelet működött itt hosszú éveken keresztül, hamarosan pedig ide költözik véglegesen 2 állandó praxis. Így tovább fejlődik a Tolnai Vármegye székely alapegészségügyi ellátási rendszere, a beruházás 200 millió forintos pályázati támogatás segítségével valósul meg. Ebbe az orvosi rendelőbe 2 orvos fog rendelni, a dr. Bálint Orsolya és a dr. Pap Zoltán. A dr. Pap Zoltán jelenleg az Ibli Miklós utcában van az ügyeleti központban, a dr. Bálint Orsolya az pedig a Kadarka lakótelepen lévő orvosi rendelőbe, ami hát már a hosszú idő óta problémát okoz. Gyakorlatilag az az orvosi rendelő egy orvosnak, alkalmas egy orvosnak megfelelő. A munkálatok már hétfőn elkezdődnek, és nagyjából 6 hónap alatt be is fejeződnek. A beruházást az önkormányzati tulajdonú szekszárdi távfőszolgáltató irányítja majd. Az ő szakembereik kezdik a feladatokat elvégezni, majd további cégek bevonásával folytatódik a fejlesztés. Bontással kezdünk, minden fűtés, vizet, villanyt, válaszfalakat, pajzatot fölbontunk, és amire ez megtörténik, de körülbelül kiválasszuk az alvállalkozókat is, és akkor kezdődhet a tényleges építési munka. Nagyon kevés időnk van rá, igyekünk határidőre elvégezni a munkát, ez szeptember 30. A beruházás részeként a válaszfalak legnagyobb részét kibontják, mások mellett az épület részben új hőszivattyús fűtési rendszert is kialakítanak, valamint szigetelik a falakat. A légúti figyelőszolgálat adatai szerint 39.400 influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ heti jelentésében csütörtökön. Azt írták, március 20-a és 26-a között az országban 215.700-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 39.400 influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak. Az utóbbiak esetében a betegek 41,7%-a a gyerek, 29,6%-a 15-34 éves volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 20,6%-a. 8,1%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. Az NLK laboratóriumába a 12. héten beküldött 124 légúti mintából 67-nél az influenza valamelyik típusát, 8-nál a koronavírust, 1-nél a légúti óriássejtes vírus mutatták ki.
17 napirendi pontot tárgyal Tamási város vezetése a legutóbbi ülése alkalmával. Ezek közül kettőt zárt ülésen vitattak meg a képviselők. Döntés született a 2023 évi sportkeret felosztásáról, valamint a magánszemélyek kommunális adójának felhasználásáról is. Tamásiban a legutóbbi képviselőtestületi ülés alkalmával többek között a magánszemélyek kommunális adójának 2022. évi felhasználásáról is elhangzott a beszámoló, valamint döntés született idei évi felhasználásáról is. Ingatlanonként 8000 forintos kommunális adót fizetnek a városban élők, mondta el a település alpolgármestere. És hát ugye minden önkormányzat most a gazdálkodását áttekintve alkotta meg a költségvetését, mi büszkék vagyunk arra, hogy az eredeti céljainkat nem kell megváltoztatnunk, se adót nem kellett emeljünk, és azt a célt, amit eredetileg megfogalmaztunk, hogy ezt a pénzt kizárólag közterületi felújításokra fordítjuk, ezt továbbra is fenntartjuk, hogy itt nagyon sok önkormányzatnak kellett változtatni bizonyos ilyen szokásos álláspontján. Mi örülünk, hogy olyan költségvetési helyzetben vagyunk, hogy nem. Ezért azt tudjuk mondani, hogy az idejében fő cél az Arany János utcának a kettes ütemetet befejezzük, azt a részt itt a városközpontban. Ahogy fogalmazott az alpolgármester, sokszor éri az a vád az önkormányzatot, hogy a kültéri utakra nem fordítanak elég figyelmet. Mint mondja, ez nem így van. Szinte minden testületi ülés alkalmával születik olyan döntés, ami ezen területeket érinti. Most a kommunális adóból befolyt 26 millió forint egy kisebb részét különítették el, amihez még érkezett felajánlás egy magánszemélytől is. 1 millió forintot ajánlott fel a közalapítványnak azért, hogy a külső település részen Kecsegén történjen ebből valami a közjavára. A kommunális adónak egy kis részével ezt kiegészítettük, és így együtt tudunk közvilágítás fejlesztést végezni ott a Kecsege pusztai részen. A Tamási önkormányzat célja a jövőre nézve továbbra is az, hogy a kommunális adóbevételt a járdák, utak karbantartására, felújítására használják fel. A Dombóvári Művelődési Ház idén elindított rendhagyó tanórák sorozatában ezúttal Juhász Anna irodalmár tartott előadást a színház teremben, amelyen közel 400 helyi középiskolás vehetett részt. Az eseményen Juhász Anna az idén 200 éve született Petőfi Sándor életéről, verseiről élményszerű módon adta át tudását a fiataloknak. A Verseitek Dallama formáció tagjainak akusztikus előadásával egészült ki a különleges program, melyben a költő megzenésített verseit hallhatták a tanulók. A teltházas programon sikerült közelebb hozni Petőfi Sándort a fiatalokhoz. Az előadó közvetlen stílusával könnyedén vonta be a beszélgetésbe a jelenlévőket. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a település várossá válásának 53. évfordulójához kapcsolódva Franjo Vlasics horvát bán születésének 257. évfordulóján megemlékezést és koszorúzást szervezett a Vlasics udvarban. A Kossuth-Lajos utca és Szabadságút határolta köz 2014 óta viseli a dombóvári születésű horvát nemzetiségű politikus nevét. Az ősi horvát, Brinjei nemzetség sarja, Franjo Vlasics katonaként a napóleoni háborúban szerzett érdemeket, melyekért Mária Terézia lovagkereszttel tüntette ki. Előbb vezérezredesi, majd tábornoki rendfokozatot kapott. 1832-ben Horvátország és Szlavónia bánya lett. Egy évvel később nevezték ki erdélyi polgári és katonai biztossá. Ebben a minőségében támogatta az erdélyi ellenzéki arisztokrácia alkotmányos törekvéseit. A dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat a település híres szülötte Franjo Vlasics bán születésének 257. évfordulójára szervezett megemlékezést és koszorúzást a Vlasics udvarban. Kiváló katona, példás életű államférfi, és ilyenkor mindig érzelmeket elítődök, hiszen gondolom, hogy mai napig, és talán sosem még napjainkban államférfiakra lenne szükség, hiszen ez a szó megvan töltve tartalommal, és korszakos alakokat illetünk ezzel. Szerintem politikus szele, Facebook huszár elég van, korszakos emberek lenne szükség. Biztatom a fiatalokat, hogy higgyék el, hogy mindegyünkben van egy korszem Franjo Vlasicsból, találjuk meg, és azt a génünket próbáljuk erősíteni, és ez a világ jobbra fog fordulni. A megemlékezés Dombóvár várossá válásának 53. évfordulójához kapcsolódik. A ciklusokon keresztül azért dolgoztunk, hogy ez az emlékei megvalósíthasson. Gugán Iván, az országos horvát önkormányzat elnöke beszédében kiemelte, Vlasicsbán mind a horvát, mind pedig a magyar történelem fontos alakja volt. Az ő
ő kezdeményezésükre lett ez a szobor, és ez az udvar elnevezve Horváth Bánról, és azt gondolom, hogy őneki szimbolikus jelentősége volt, mert a horvát és a magyar történelemnek fontos alakja volt, de mégis azt gondolom, hogy a szimbolikus abban az értelemben, hogy összeköti a két népet. A Kossuth Lajos utca és Szabadság út határolta köz 2014 óta viseli a dombóvári születésű horvát nemzetiségű politikus nevét. Szőlő és bor régen és ma. Ezt a címet viselte a Bonyhádi Német Önkormányzat legutóbbi rendezvénye. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ előterében zajló előadás alkalmával arról is tájékozódhattak az érdeklődők, hogy melyek azok a szőlőfajták, amelyek kimondottan a német vidékre, akár a testvértelepülések területeire jellemzőek. A jó hangulatú estet egy borkóstolós kötetlen beszélgetéssel zárták. Regionális híreink következnek. 12 napirendi pontról döntöttek. Közgyűlést tartott a Baranyavár megyei önkormányzat. Az ápolóhivatás mesterei. Pécsi Csabat nyerte a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai versenyét. Finn húsvét régen és ma. Húsvéti szokásokat elevenített fel a Pécsi Magyar Finn Társaság. Ülésezett a Baranyavár megyei önkormányzat. 12 napirendi pont került a képviselők elé. Minden kérdést egyhangú igen szavazattal támogattak a politikusok. Őri László elnök kiemelte, elfogadták az integrált területi program módosítását, amely a TOP plusz pályázatokra vonatkozik. Emellett egyöntetűen támogatták 4 baranyai település többletforrásigény kérelmét is a képviselők. 12 napirendi pontról döntött a Baranyavár megyei önkormányzat képviselőtestülete. A politikusok rendes ülés keretében szavaztak olyan fontos kérdésekben, mint a Vármegyei Értéktárbizottság szervezeti és működési szabályzatának meghatározása, az idei évi közbeszerzési terv és különböző támogatások felhasználása. A témák közül 2 pontot emelt ki Őri László elnök. A képviselők egyhangú szavazati arányjal döntöttek arról, hogy elfogadják az integrált területi program módosítását. Ez az a programja, fejlesztési programja a Vármegyének, amely lehetővé teszi a területi operatív program plusz keretében megjelenő pályázatokat, támogatások benyújtását, és egyáltalán az alapdokumentuma a megyei fejlesztési programnak. Fontos, hogy ezt egyhangúan fogadta el a közgyűlés. A másik fontos téma a TOP támogatotti körben felmért többletforrás igénykérelmekről szólt. 4 település, illetve város nyújtott be többletforrás igény iránti kérelmet, Harkány városa, csapadékvíz elvezetése, Szigetvár városa, Novoda bölcsőde fejlesztés lezárásához, Mánfa a futó csapadékvíz projekt sikeres lezárásához Alsó Szent Mártonban, pedig szintén a kisgyermekek elhelyezését biztosító intézmény projektet sikeres lezárása az igényel többletforrás igényt. Összesen ezek a kérelmek több mint 270 millió forintos többletigényt jelenítettek meg. Mint a többi napirendi pontot, úgy ezt is 13 egyhangú igennel támogatták a képviselők. A Baranyavár megyei közgyűlés legközelebb húsvét után április 27-én tartja soron következő ülését. Az ápolói hivatás mesterei. Ezt a címet viselheti az a pécsi tanácsapat, akik megnyerték a 11. országos szakmai versenyt. A megmérettetést a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2010 óta szervezi meg. A tanárok névre hallgató csapat tagjai mind nagy elismerésnek tartják a díjat. Ezt az oklevelet és vándorkupát nyerte el egy pécsi tanácsapat a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai versenyén. Az idén 11. alkalommal megrendezett eseményen országos szinten közel 200 csapatban, mintegy 800 versenyző mérte összetudását, közülük pedig a legjobb 20 csapat, azaz 80 fő vett részt az országos döntőn. A pécsi tanerők csapata léphetett fel ezúttal a dobogó legfelső fokára. Utána így éreztük, hogy hát azért ez mennyire sokat jelent, hogy mennyi csapatból, ugye mi lett az elsők, és hogy pláne az, hogy mindenki a környezetünkben sürgősségi, meg intenzív osztályról jött, és hogy mi meg tanárok vagyunk, és hogy mégis meg tudtuk mutatni nekik, hogy azért nem olyan dolgokat tanítunk, csak amihez nem értünk, hanem azért mi is ezt meg tudjuk csinálni, és ezek szerint még jobban is, mint akik ott voltak. Ami miatt még nagyon fontos, hogy a gyerekeknek, akiket tanítunk, azoknak egyrészt
velünk együtt örülnek, és példát mutatunk abban, hogy hová is lehet eljutni ebben a szakmában, illetve talán a kitartásukat is egy kicsit tudjuk ezzel erősíteni. Végig izgulva éltem meg a versenyt, hogy eddig ugye a betegek, a kollégáim, a vezetőim elismerését kaptam, és most így ez talán megkoronázta ezeket az elismeréseket, és most is borzongok ebbe. Mondhatom azt, hogy a pályámnak a csúcsa és a megkoronázása volt, és ugye nem utolsó sorban, ezt még a többiek nem említették, ugye az oklevél, amiről szól, hogy idén büszkén viselhetjük az ápolói hivatás mesterei címet, és azt gondolom, hogy ez tényleg a tudásunk, a tapasztalatunk és a munkánknak az elismerése volt. A pedagógusok egyébként már évtizedek óta az egészségügyben dolgoznak, valóban hivatásként tekintenek munkájukra. Ezt meg is mutatták az egésznapos versenyen Budapesten. A feladatok között szerepelt elméleti és gyakorlati rész is. Tesztsorokra válaszoltak, újraélesztést mutattak be, sztómás beteget ápoltak. A szakmai zsűri végül úgy értékelte, hogy a pécsi tanácsapat teljesítette a legjobban. Finn húsvétot rendezett a Pécsi Magyar Finn Társaság. Minden évben összejönnek a tagok és felelevenítik a régi finn és mai húsvéti szokásokat. Vidám hangulatban filmvetítéssel zajlott a megemlékezés. Házi készítésű süteményekkel ünnepeltek a társaság tagjai Pécsen, a civil közösségek házában. Húsvéti hagyományt ápol a Pécsi Magyar Finn Társaság. Klub tagjainak idézték fel a régi és a mai húsvéti tradíciókat. Vannak olyan finn tagjaik is, akik itt telepedtek le, és mindkét húsvétot megtartják. Anna végdütött tosi hüvin. Férjemmel még 14 éve vettünk Kiskassán egy házat, és az év felét itt töltjük, a másikat Finnországban. A húsvétot már itt ünnepeljük. Sok hasonlóság van a finn és a magyar húsvétban. Szeretem nagyon a magyar népművészeti hímes tojásokat, egy egész gyűjteményem van belőle. A társaság idén ünnepi megalakulásának az 50. évfordulóját. Ezen idő alatt igyekeztek nem csak a finnek irodalmát, történetét, gazdaságát megismerni és megismertetni, hanem népi hagyományaikat, egyéni szokásaikat is átörökíteni a fiatalabb generációnak. A társaság elnöke most a húsvétot megelőző bőti szokások egy részébe avatott be bennünket. Most elég csak ilyen puritán, luteránus élet van. Tehát ilyen régi, ilyen agrár társadalomhoz kapcsolódó szokások voltak, és vannak most is. De például ilyen, hogy hogy kezdődik a bőjt, akkor előtte ilyen nagyon bőségesen, zírosan kell enni, húshagyó kedden, akkor ilyen száraz zöld borsóból készült leves az ebéd. Vidám hangulatban zajlott a húsvétra készülődés. Házi készítésű süteményekkel ünnepeltek a társaság tagjai Pécsen, a civil közösségek házában. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Pénzre van szükségük Barnabás gyógyulásához. A szekszárdi családnak 60 millió forintot kell összegyűjteni május végéig. Új orvosi rendelők Szekszárdon. Több mint 200 millió forint van a beruházásra. Képviselőtestületi ülés. Tamásiban többek között 26 millió forint sorsáról is döntöttek. Franyó Vlasicsra emlékeztek, a horvát bán Dombóvár híres szülötte. Szombaton hideg front okoz szeles és ismét hűvösebb időt. Egész nap marad az erősen felhős égbolt, bár időről időre a nap is előbukkanhat. Kisebb záporok bárhol kialakulhatnak. Éjszaka marad az erősen felhős ég, szorványosan kisebb esőkkel. Vasárnap is még térségünkben marad a hideg front. A nap nagy részében erősen felhős idő várható, időszakosan kisebb esőkkel. Hétfőn viharos északi szél és néhány fokkal még hidegebb levegő érkezése valószínű. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!